Köszöntöm a Szentendre ma nézőit, elsőként lássuk mai adásunk tartalmát röviden. Képviselőtestületi ülés. Folytatódik a Ferenci Múzeum működésének vizsgálata. Alma Mater. Közkívánatra a zeneiskola tanárainak koncertjével indult az őszi szezon. Kézilabda. A tabella első helyén áll holtversenyben a Szentendrei Szájebb Budakalász. A Ferenci Múzeum működésének vizsgálatáról szóló tájékoztatót is tárgyalta legutóbbi ülésén településünk képviselőtestülete. Egy korábbi ülésén hozott határozatot a testület arról, hogy a Ferenci Múzeum működésének ellenőrzésére elrendelt korábbi célvizsgálat további kiegészítését tartja szükségesnek. Az akkor már elvégzett vizsgálatért 1,5 millió forintot fizetett ki az önkormányzat a Bici és Turi ügyvédi iroda részére. A testület szerint a további szükséges vizsgálatokra pedig még 400 000 forint plusz áfa összeget biztosítottak. A képviselőtestület legutóbbi ülésére elkészült a Ferenci Múzeum működéséről szóló vizsgálati jelentés kiegészítése. Itt kiegészítésként kiosztottuk dr. Kálnoki Gyöngyösi Márton levelét, és erre válaszként érkezett dr. Turi György ügyvéd levelét, amelyben megerősíti, hogy a átvilágítással kapcsolatos megállapításokat a jelentésükben fenntartják. A vizsgálati anyag megállapításai jelzései alapján a múzeum igazgatójának a feladata a szükséges intézkedések megtétele, amit a múzeum igazgató már meg is kezdett, például a hivatkozott szerződések felülvizsgálatával. Megdöbbenve olvastam ezt a tájékoztatót, illetve az ügyvédi irodának a megállapításait. Itt nettó bűncselekményre utaló jelek mutatkoznak. Kálnoki úr cáfolta a jelentésben foglaltakat. Most olvastuk az ügyvédi irodának a válaszlevelét, egy soros válaszlevelét. Mindenképpen szükségeltetik egy átfogó vizsgálat, részletes átfogó vizsgálat, ezen túlmenően, mint amit az ügyvédi iroda megállapított, mert ez nagyon súlyos megállapításokat tartalmaz. Kubatovics Áron felvetette, hogy Kálnoki Gyöngyösi Mártont, a Ferenci Múzeum korábbi igazgatóját megkeresték-e az átvilágítással kapcsolatban. Én beszéltem vele, én ma délután beszéltem vele telefonon, őt nem kereste senki, holott ő egyébként nekem mondjuk telefonban azt mondta, hogy szívesen állt volna a rendelkezésére, akár az átvilágítás végigző ügyvédi iroda részére, akár a városvezetés részére. A legfontosabb kérdés szerintem ebben az ügyben egyébként az, hogy a Pajor kúriának az elszámolása, annak a határideje október 31-e. Tegnap a bizottsági ülésen Gulyás Gábor igazgató úr elmondta egyébként, hogy annyira nagy az anyag, és annyira régen történt a Pajor kúriának a felújításának a folyamata, hogy gyakorlatilag már nem dolgozik ott olyan, aki ezt az egészében átlátná, tehát fölvettek egy olyan munkavállalót, aki ennek az elszámolásában segít. Na de hát a Gulyás Gábor igazgató úr, nem tudom, június óta igazgató, hogy csak most vesz föl erre egy embert, mikor tudjuk, hogy október 31-e, és hogyha október 31-ig nem számol el a Pajor kúriával kapcsolatban a FEMUZ, tehát a Ferenci Múzeumok, akkor nem csak a Ferenci Múzeum fog bajba kerülni, hanem a város is. Hiszen a fenntartójaként a végső soron a város felel ezért az EU-s pályázatért. A kérdésem a következő, van-e arról a városvezetésre tudomása, hogy hogyan áll az október 31-i elszámolással az igazgató úr? Köszönöm szépen. Kubatovics Áron kérdésére a polgármester válaszolt, aki megerősítette, hogy a városvezetés nem egyeztetett Kálnoki Gyöngyösi Mártonnal. Úgy látom, hogy bizonyos kérdésekre magad jobban tudod a választ, mint ahogy mi, mert hogy beszéltél Kálnoki úrral, és őt nem kereste senki, tehát akkor megerősítetted azt, hogy valóban nem volt ilyen kommunikáció az átvilágító ügyvédi iroda és a Kálnoki tessék? Igen, tehát akkor egybehangzó volt a információnk ezzel kapcsolatban. Ja, hogy a városvezetésnek volt a Kálnoki úrral kapcsolata, nem volt, tehát azt viszont biztosan tudom, hogy nem volt az október 31-i határidő. Nincs tudomásom arról, hogy ez veszélyben lenne a Pajor kúriával kapcsolatos elszámolásnak az elkészítése. Nyilván az igazgató úrnak a felelőssége, feladata, hogy
ezt megoldja, és hogy ebbe kit von be. Én nem érzem azt, hogy a Kálnoki úrnak ez a felajánlása most annyira releváns lenne, illetve hát ennek vannak más aspektusai is, amit mérlegelni kell. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen külön is értékelendő és figyelembe kell venni. Azzal kapcsolatban is, ami az előbbiekben elhangzott. Tehát ez a fajta nagy segítségnyújtás, ez bizonyos intenciókra is utalhat. A teszes képviselő kérte a városvezetést, hogy körültekintően járjon el az ügyben. Tehát ugyanez egy tájékoztató, nem egy előterjesztés, ebből tehát nem következik semmi. Nyilván a városvezetés felelőssége, hogy utána ez a tájékoztató alapján gondolkodik-e bármi következő lépésben. Fekete János képviselőtársam erre utalt, hogy egyébként magában a megállapításban ugyan vannak súlyos kitételek, de hát vele szemben áll egy másik vélemény. Én csak arra szeretném fölhívni a városvezetés figyelmét, hogy óvatosan járjunk el ebbe az ügybe. Nem lenne jó belevinni a várost egy esetleges olyan jövőbeni szituációba, amiből rosszul jövünk ki, gondolok egy perre. Csak ennyit, hogy szerettem volna megjegyezni, hogy körültekintően járjon el a városvezetés. Köszönöm szépen! A körültekintés magától értetődik, válaszolta a polgármester. A tájékoztatót tudomásul vették a képviselők. A jelentés elkészültét követően dr. Kálnoki Gyöngyösi Márton, a Ferenci Múzeum tavasszal leváltott igazgatója 7 oldalas levélben írta le az ügyvédi iroda megállapításaival szembeni kifogásait. Közkívánatra a Vujicsics Tihamér alapfokú művészeti iskola tanárai léptek fel az Alma Mater hangverseny sorozat nyitó előadásán október 9-én. Az intézmény művésztanárai a koncert bevételét jótékonysági célra kollégájuk gyógyulásának elősegítésére ajánlották fel. Hagyománnyá vált a Vujicsics Tihamér zeneiskolában, hogy minden évben megrendezik az Alma Mater hangverseny sorozatot. Az idei nyitó hangverseny igazi különlegesség volt, a tanári koncertre megtelt az iskola Oltai Adrián terme. Kollégák, barátok, zenekedvelők fogtak össze az iskola fiatal, megbecsült tagjának gyógyulása érdekében. Szeretettel köszöntöm Önöket mai rendhagyó Alma Mater koncertünkön. Rendhagyó, mert aki rendszeresen eljár ide, az hozzászokhatott, hogy egy profi riporter kérdez, és egy profi előadó művész válaszol. A mai alkalommal kicsit változtattunk ezen több okból. Sokan sok helyen megjegyezték már, hogy keveset lehet hallani iskolán tanárait muzsikálni. Többek között ezt a hiányt is szeretnénk pótolni a mai estén. De a másik, mélyebben gyökerező ok, hogy egy fiatal kolléganőnk, Olá Ajnó csembaló művész, súlyos beteg, leukémiás. Jelenleg is kórházban fekszik 10 nappal a transzplantáció után, és reménykedve várjuk, hogy az átültetésnek pozitív eredménye lesz. Mindannyian hisszük, hogy Ajnó meggyógyul, és a felépülése folyamatában szeretnénk őt támogatni. Erre gyűjtünk ma. Az eset még szorosabb összefogásra buzdított a tanártársaimat, így jöhetett létre a mai hangverseny, amelyen minden stílusból és többféle hangszerből kapunk ízelítőt. Ezúton is köszönjük, hogy a mai estére eljöttek, és támogatójegyükkel, illetve felajánlásaikkal Önök is segítik Ajnó gyógyulását. A hangversenyen ezúttal kórusművek, Bach-tételek, Vivaldi dallamok és a bécsi klasszikát idéző művek is felcsendültek az iskola egykori növendékeinek, jelenlegi tanárainak tolmácsolásában. Felsorolni sem könnyű, hogy a színvonalas koncerten hány szerző darabjai szólaltak meg a legkülönfélébb hangszereken. Az est végén egy igazi különlegességgel készültek a fellépők, az iskola tanárai egy vendég zeneszerszámon játszottak a hangverseny zárásaként.
az est házigazdája, az iskola igazgatója, Zakar Katalin a jövő évi hangversenyek művészeiről is ejtett néhány szót. Az Alma Mater koncertsorozat februári vendége Wolf Kati énekesnő, májusi meghívott előadója, Várnagy Andrea előadó művész és férje Farkas Zsolt lesz. Az NB1B bajnokság 5. mérkőzésén újra győzött a Szentendre Szájer Budakalász. Ezzel az eredménnyel a tabella első helyén állnak holtversenyben a volt szentendrei játékosok. Egy tatai mérkőzés után újra a hazai pályán játszott a szentendrei Szájer Budakalász. A házigazdák október 11-én az Alba Régia KSE csapatával mérkőztek meg az NB1B nyugati alapszakaszában. Az első gólra nem kellett sokat várni, a hazaiak első támadása betalált az ellenfél kapujába, alig egy perccel a kezdés után, majd a következő indításoknak is szép lett a befejezése. A játékot végig a volt szentendrei játékosok irányították, amit az eredmény is jól mutat. Szentendrei Szájer Budakalász, Alba Régia KSE 27-17. A mai mérkőzésre teljesen elégedett vagyok. Úgy a múlt heti fiaskónk után, amit az utolsó negyed órában elkövetünk Tatán. Egész héten arra készültünk pszichésen is, illetve a játékban is, taktikailag is, hogy hogy kell egy mérkőzést végigjátszani, még úgy is, hogyha nem lebecsülve az Alba Régia csapatát, de egy gyengébb képességű csapat látogat el az otthonunkba. A bemelegítéstől kezdve mindenki maximálisan koncentrált a mérkőzésre, a játékok összejöttek, gólokat lőttünk, voltak hibák, de hát aki nem dolgozik, az nem is fog hibázni. Én elégedett vagyok teljesen a csapat teljesítményével. Kaptunk 17 gólt, az a védekezés mutatja, lőttünk 27-et, az meg a támadó játékunkat. A saját magunkat megvertük. Kapkodtunk, kimaradtak a helyzeteink. A Tata meg szépen jött föl ránk, és a végén egy időn túl 7 méteressel kiegyenlítettek. Nem volt semmi nagy probléma, csak így egy utolsó 15 percet nem szabad befejezni. Főleg egy olyan csapattól, aki ugye feljutásra törekszik, mint ami ugye tudnivaló, hogy ez a csapat, ez ugye az a célunk, hogy feljussunk az első osztályba. Tehát ilyet nem engedhet meg magának. Mindegy, ebből tanultunk, levontuk a konzekvenciát, a következtetéseket, és a mai mérkőzésen látottak alapján teljesen elégedett vagyok, és tanulunk a hibáinkból. Háromszor is megnyertük a mérkőzést, aztán a magunk hibáinkból adódóan a Tata följött ránk. De arra már nem is foglalkozunk, az már a múlt, most nézzünk előre, ez a mérkőzés lement, ennek vége van, jövő héten megyünk Pécsre, ott egy elég nehéz mérkőzésünk lesz, arra készülünk, és ott is győzelemre szeretnénk hazatérni. Igen, minden mérkőzés nehéz. Én úgy gondolom, a sportban nincs tuti. Ahhoz nagyon nagy különbségnek kell lenni a két, ha csapatjátékról beszélünk, a két csapat között, hogy tutira vehessünk egy mérkőzést. Sportban megvannak a hibák, megvannak a lekopogom, a sérülések ugye hátráltatják a heti munkát, a játékot, a játékosoknál. Ki hogy kelt föl ballából, milyen front van, tehát ez egy emberi szervezetet, azt nagyon befolyásolják a külső tényezők, de mi azon vagyunk, hogy a külső tényezőket kizárjuk, csak a játékkal foglalkozunk, a csapattal, az ellenfél játékával, és minden mérkőzés megnyerünk, amennyivel csak tudunk. Az ellenfél játékosai között sok fiatal is pályára lépett, akiket egy új edző irányított a szentendrei fiúk ellen. A tabellán sajnos az utolsó helyen állunk még pont nélkül, de célokat azt ezek után most már át kell értékelnünk, mert teljesen más célokkal indult el ez a csapat, mint amit most meg kell majd magunkban fogalmazni, meg a vezetőséggel együtt. És hát a csapat sajnos fiatal, rutintalan, és sokszor fej nélkül, ész nélkül játszunk. Remélem, hogy csak a pozitívumokat azon dolgozunk, de bár én még csak 2,5 éve vagyok a fiúkkal, mert közben történt egy edzőváltás, hogy sokkal többet használják a fejüket pályán, tehát fej nélkül semmit nem lehet csinálni. Remélem, hogy ebből minél előbb ki tudunk majd lábalni, mert akkor nagyon nagy gondban leszünk. Az idei szezonban 5 mérkőzés után a szentendrei Szájer Budakalász 9 ponttal holt versenyben a tabella első helyén áll. Legközelebb idegenben Pécsen lépnek pályára a fiúk október 18-án a pécsi VSE ellen. Ezzel mai híradónk végéhez értünk. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan a Hétembere című magazin műsorunk következik.
Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!